Sziasztok! Úton vagyunk Illinoisba. Barátokat látogatunk meg. A hétvégét itt töltjük. Egy kis farmon. És mellettem itt van Dom barátom, aki keményen nyomja az ütemet. Hallgatjuk a zenéket. Nagyika hátul utazik. Úgyhogy egy 5 órája vagyunk úton. Ó, vezetünk lefele. Say something to the Hungarian. Get down, baby! Na tessék! Úgyhogy a hangulat már megvan. Úgyhogy hamarosan... Have a happy Hungarian Merry Christmas! Itt már karácsonyi a hangulat, gyerekek! Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Leutaztunk tegnap Illinoisba. Itt vagyok a barátaimnál. Ő itt Benjamin. Hello, Benjamin! Hello! És vele fogok edzésre venni, elvisz Padukába, egy ottani jó kis edzőterembe. Úgyhogy tegnap volt egy 6 órás utunk, Mr. Phillips barátommal és a Nagyival eljöttünk ide hétvégére. Egy csodálatos helyen vagyunk, itt a barátainknak a birtokán, és hát megnézzük itt a környéket. Úgyhogy itt kisebb települések vannak, nagyon aranyos kis emberek. Itt vagyunk közvetlenül az Ohio folyónak a partján. Majd onnan is fogok közvetíteni, és most beülünk a kocsiba, és körülbelül egy órás út lesz eljutni az edzőterembe. Itt hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy nagy távolságokat tesznek meg. Amikor mondta nekem tegnap, hogy nincs messze, csak egy óra kocsiút, hát erősen elcsodálkoztam, de itt hozzászoktak az emberek, hogy hosszú utakat kell megtenniük. Don barátunk, te velünk jön, és egy hibrid autót nem tudott elindítani. Úgyhogy most tanítja Ben, hogy hogyan kell közlekedni. Nagyon érdekes dolog, amit itt tapasztaltam. A nyugdíjas generáció 70 fölött itt olyan aktív gyerekek, hogy példát lehetne venni róluk. Egyszerűen megállíthatatlanok. Voltam Indianapolisban is edzőterembe, és úgy képzeljétek el, hogy az embereknek a fele az 70 és 90 év között volt. És jöttek, és nyomták a súlyokat. És kérdeztem is tőlük, hogy mi motiválja őket, amikor felkelnek, és azt mondták, egyszerűen az az akarat, hogy teljes értékű életet akarnak élni az utolsó percekig. Úgyhogy nagyon-nagyon felemelő dolog idős emberek között lenni itt. Egyszerűen úgy pörögnek, hogy csak példát tudunk róluk venni. Lassan már ott vagyunk. Nézzétek meg! Ott van az Energy Fitness terem, oda fogunk menni. Hát egy óra kocsi út volt, de hát jó nagy terem, oda nézzetek. Kíváncsian várom, hogy mit fogunk kapni, milyen lehetőségek lesznek. Úgyhogy bemegyünk ide a parkolóba. Ó, ott már edzenek, nézzétek. De komoly. Itt vagyunk már Kentuckyban, Padukában. I took the wrong way. They're parked in the wrong spot. Aha. Szóval itt közben parkolnak. And we need to take this. Oké. Okay. Mondja, hogy közben menjek. And körbe kell menjek. Közben itt ilyen hunglisul beszélünk. Speakolod a language-et? Speakolom, hát. So and we need to park right over here. Yeah, that's fine. Oké, okay, közben leparkolunk. Csodálatos időnk van. Évszakhoz képest fantasztikus, ragyogó napsütés. Úgyhogy megérkeztünk ide, és mindjárt bemegyünk, megnézzük, mi vár minket. Say hello. Hello. Na, itt állunk a napsütésben, csodálatos. Befejeztük az edzést, és hát sajnos nem engedtek filmezni, és ez nem az első eset. Itt a hatalmas amerikai szabadságban, ugye mindig erről beszélnek, hogy hát ez a lehetőségek országa, és mindent lehet. Viszont nagyon érdekes módon furcsán reagálnak, ha te felvételeket akarsz csinálni, pedig hát elmondtam nekik, hogy milyen célból, de különböző engedélyek kellenek ahhoz, hogy bármilyen videófelvételt készíthessél, úgyhogy csak egy pár lesifotós mutatványt tudtam elkövetni, úgyhogy azokat mindjárt itt belinkelem, illetve beúsztatom a képbe. Mindenesetre egy nagyon jót edzettünk, egy nagyon jó felszerelt teremben voltunk, szaunától kezdve minden volt. Edzés utáni szertartás, mindenki rázza a sékerét.
Shake it, baby, yes! Közben visszaérkeztünk edzésről. Padukába voltunk, és hát egy szuper kis edzőteremben voltam a Benjamin barátommal, és a szüleinél vagyunk most, Illinoisban, Rosie Claire városától vagyunk pár mérföldre. A család farmer gazdálkodással foglalkozott, és hát most itt vagyunk a családi birtokukon, és Benjamin édesapja Hardin megye főbírója, és hát ritkán látni ilyet, a szabadság szobor kicsinyített mását megcsináltatta a birtok közepére. Nagyon komoly, nézzétek, itt van. És hát valami csodálatos környezetben vagyunk. Itt van a ház. Olyan csend és nyugalom van itt, hogy ez tényleg az igazi amerikai álom lehet, amiről hollywoodi filmekben sokszor hallunk. Nagyon-nagyon nagy béke van itt, és nyugalom. És nagyon aranyosak az emberek is, bármerre megyek. Mindig kedves emberekkel találkozom itt is. Egy decemberhez képest csodálatos idő van. Tényleg nem minden nap kap az ember ilyet. Úgyhogy ott van még szélkerék is, gazdasági épületek mindenfele. És hát amíg a szemen lát, mezőgazdasági terület az egész. 65 hektáros a birtokuk, amin gazdálkodnak. Hát rengeteg munka lehet. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, és látogassatok el a Facebook oldalamra, Andris Diétás és Motiváló Tippjei oldalra, ahol hasznos információkat találhattok étkezéssel, életfelfogással kapcsolatban. Szép napot kívánok nektek, üdv!